70%-ra nőtt az átoltottság itthon a 12 év felettiek körében. Továbbra is Pest megyében a legmagasabb a beoltottak aránya, több mint 75%-os. Arányaiban a legkevesebben pedig Hajdú-Bihar megyében vették fel a vakcinát. Közben ma is tart az oltási akció, amelynek keretében múlt hétfő óta már csaknem 950 ezeren éltek az oltás lehetőségével. Tegnap csaknem 10,5 ezer új fertőzöttet regisztráltak, és 218-an vesztették életüket. Naponta több mint ezren kérik a koronavírus elleni vakcinát Miskolcon, köztük egyre több a fiatal. A regisztráció és időpontfoglalás mentes lehetőség miatt érdemes most azoknak is beoltatni magukat, akik olyan területen dolgoznak, ahol kötelező az oltás. Azok száma is emelkedik, akik most kapják az első vakcinát. Környezetemben volt, aki meghalt már a Covid-ba, és a munkahelyem is megköveteli. Az oltóponton készülnek arra, hogy sokan csak aznap döntik el, hogy mégis kérik az oltást, így regisztráció nélkül érkeznek. Egyre inkább látjuk, hogy a fiatalabbak felé mozdul el a harmadik oltás, az első oltás pedig azok felé mozdul el, akik lakóhelyük vagy egyéb szociális helyzetük miatt nem volt hozzáférhető a regisztráció. Egerben egy oltóponton, de több oltóhelyen van lehetőség a koronavírus elleni oltás felvételére. Az első oltási akcióhéten csak itt több mint 10 000 injekciót adtak be. Nagyon pici gyerekkorom óta rengeteg oltáson átmentem, és tudom, hogy ezekre szükség van a saját és mások érdekébe is. Egerben is a legtöbben a harmadik oltásra érkeztek. Sokan gondolják azt, hogy az összes védekezési mód közül az oltás a legfontosabb. Harmadikra jöttem, és nagyon okos dolog, hogy az ember védekezik, mert fő az egészség. És másképp nem lehet. Szájmaszk, oltás. Ez van. És örülünk neki, hogy van rá lehetőség. Az egész országban tovább nőtt az átoltottság, az oltási akcióhét pedig jelentősen hozzájárult ehhez. A jelenleg oltható 12 év feletti lakosság átoltottsága 70%-ra emelkedett. Továbbra is Pest megyében a legmagasabb az átoltottság, itt a lakosság több mint 75%-a megkapta már az injekciót. Ezt követi Fejér megye 72% feletti átoltottsággal. Arányaiban pedig a legkevesebben Jász-Nagykunszolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar megyében vették fel az oltást. A beoltottak száma már a 6.139.000-hez közelít, több mint 5.852.000-en vannak, akiknek már két oltásuk van, 2.609.000-nél is többen pedig már a harmadik vakcinát is megkapták. Eddig arányaiban Magyarországon vették fel a legtöbben a megerősítő oltást az Európai Unióban. Itthon a lakosság több mint 26%-a túl van már a harmadik injekción. Szlávik János, a Délpesti Centrum Kórház főorvosa a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy bár az oltás nem ad teljes védelmet a fertőzéssel szemben, a súlyos szövődmények kialakulásának esélyét nagyban csökkenti. A védőoltások azok nagyban megvédenek attól, hogy súlyos betegek leszünk, de a fertőződéstől sokszor nem. És ezért van az, hogy a fertőződéstől is a három oltás jobban megvéd, de ritkán azért előfordul, hogy olyan ember is megbetegszik, akinek három oltása van. Viszont járványban nekünk nem a ritka esetekben kell gondolkodnunk, hanem abban, hogy aki három oltást felvett, az óriási valószínűséggel nem lesz súlyos beteg és nem fog meghalni. Egy nap alatt csaknem 10.500 új fertőzöttet regisztráltak itthon, és 218-an vesztették életüket. Jelenleg 7.450 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, akik közül 550-en vannak lélegeztetőgépen.